Kedves testvérek, sokszorosan olvasott, hallott, ismert evangéliumi szakasz került ma elénk, amely megihlette nem egy, nem kettő igazán elsőrendű és nagyformátumú művészt. Akik jártak Vatikánba vagy a Szent Péter Bazilikába, azok látták Raffaello Santinak a Vatikáni Múzeumban őrzött hatalmas vásznát, amelyiknek egy mozaik változata a Szent Péter Bazilikában is látható. Döbbenetes a kép, és nagyon szép az üzenet. Arra hívlak meg benneteket, hogy lépjünk egy kicsit be, és elemezzük, helyezzük magunkat ebbe a szituációba, hogy megértsük, hogy mi a mában, itt és most ható üzenet ennek az evangéliumi szakasznak. Hiszen a Szentírás minden egyes mondata hitünk és üdvösségünk érdekében íródott. A Szentírás minden egyes történése egy kicsit éppen ezért rólunk is szól. Hol vagyunk mi ebben az evangéliumi szakaszban bent? Hol vagyunk mi ebben az evangéliumi szakaszban érintve? Ha csak arról szólt volna ez a szentírási szakasz, hogy Jézus megdicsőül, és ezt látja a három tanítvány, ezzel persze előrébb vagyunk, de túl sokat ez a 2000 évvel ezelőtti történés számunkra itt és most nem jelent. Én arra hívlak meg benneteket, hogy aktualizáljuk egy kicsit a saját élethelyzetünkre azt, amit itt most olvastunk. Mert hogy semmi nincs se fölöslegesen, se véletlenül a Szentírásba leírva, semmi nincs, aminek az életünkhöz köze ne volna, semmi nincs, ami ne többek között rólunk is szólna. No, hát hogyha már így felvezettem ezt a mai gondolatsort, akkor lássunk is neki. Mi az aktualitása itt és most a mában szóló üzenete Jézus táborhegyi megdicsőülésének? Kedvesem, hogy ezt megértsük, szeretnélek belehelyezni benneteket az evangéliumi összefüggésbe. Hiszen mire a Szentírást olvasva idáig jutunk, addigra már kiderül számunkra, hogy Jézus világosan és nyíltan megmondja a tanítványainak, hogy Jeruzsálembe kell mennie, ott a főpapok írástudók elfogják, kiszolgáltatják és megölik. De harmadnapra föltámad. Mire idáig jutunk a Szentírásban, a párhuzamos evangéliumi szakaszokból tudjuk, hogy ezt a tanítványok már hallották. Ezt a tanítványoknak Jézus már elmondta. És azt is tudjuk, hogy ezzel az igazsággal az apostolok nem tudtak és nem akartak szembesülni. Péter világosan megmondja, ments Isten, hogy veled ilyen megtörténjen, és aztán a Getsemáni kertben háromszor fogadkozik, hogyha kell, akkor az életét is odaadja Jézusért, mire Jézus lehűti a forró fejű Pétert, hogy na-na, mielőtt a kakas megszólal, háromszor tagadsz meg engem. Vannak az életben olyan igazságok, amikkel nem tudunk, nem akarunk és nem szeretnénk szembesülni. Ezzel így voltak a tanítványok is. Elképzelhetetlennek tartották azt a Jézusi kijelentést, hogy a Mester, akit mindenki csodál, aki csodát csodára halmoz, akinek a tömegek csüngnek az ajkain, elképzelhetetlennek tartották, hogy az a Mester, akinek híre bejárja egész Galileát, Júdeát, akinek a hírére a Szérúzsa minden irányából oda sereglenek, oda özönlenek az emberek, hogy hallgassák a magasztos igéket és a fenséges szavakat. Elképzelhetetlennek tartották, hogy az a Mester, aki meggyógyítja a betegeket, aki 5000 embert a semmiből szinte jól lakat, elképzelhetetlennek tartották, hogy az a Mester, aki az elemek fölött parancsol és a lázongó, a háborgó tengert lecsillapítja. Nos, ez elképzelhetetlen volt, hogy egy ennyire grandiózus, az emberek pozitív érdekében tevékenykedő Mestert megöljenek, kivégezzenek, keresztre feszítsenek. Ez valahogy inkompatibilis volt az ő elképzeléseikkel. Ezt nem tudták és nem is akarták elfogadni. Hárították, ameddig lehet. Hárították és kitértek előle, ameddig lehet. És ugye ismerjük a saját életünkből is ezeket a helyzeteket, amikor valami számunkra kedvezőtlen hírt visszautasítunk. Az nem lehet, hogy igaz legyen, hogy például kitört az orosz-ukrán háború. Az nem lehet, hogy XY ilyen vagy olyan kvázi gyógyíthatatlan betegségben szenvedjen.
Az nem lehet, hogy az unokádnak ne sikerüljön az államvizsgája, és az nem lehet, hogy K és H házassága válságba kerüljön, vagy adott esetben a vállóteremben a bírósági tárgyaláson végződjék. Vannak olyan információk és vannak olyan helyzetek, amiket elutasítunk, amikkel nem tudunk és nem akarunk szembesülni, és hajlandók vagyunk az igazságot is letagadni, hajlandók vagyunk az igazságot is fölülírni a saját magunk igaza érdekében, hogy a valósággal véletlen se kelljen szembesülni. Egy kicsit úgy van ez, mint amikor a két azonos pólusú mágnest akarunk közelíteni egymáshoz. Ha a negatív, pozitív mágnespólus közeledik, azok vonzák egymást és összetapadnak, az utolsó 1-2 centiméternél összehúzzák egymáshoz magukat. De ha a pozitív-pozitív pólust, vagy a negatív-negatív pólushoz akarsz közelíteni, akkor ugyanez az erő, ami a negatív-pozitív pólus vonzásában megnyilatkozik, ez az erő, ez nem vonzó lesz, hanem taszító, és ki fognak térni a mágnes szélek egymás elől. Erővel sem tudod őket egymáshoz illeszteni. Egy kicsit így vagyunk a számunkra kedvezőtlen igazságokkal, hogy nem fogjuk, nem akarjuk, letagadjuk, elimináljuk valahol a elfogadhatatlan és a hihetetlen, a lehetetlen tartományba utaljuk. Ezzel a tanítványok is így voltak, mint ahogy te itt ma most. Nincs új a nap alatt, hiszen az ember 2000 év alatt semmit nem változott. De Jézusnak van egy zseniális pedagógiája, és nem csak mester abban az értelemben, hogy ezt a tanítványok mondják, hanem mestere az emberekkel való kommunikációnak is. És azt mondja Jézus, hogy rendben, ha ti nem akartok szembesülni az én szenvedésemmel, megértem. Ha ti nem akarjátok komolyan venni az igéimet, megértem. De akkor egy további impulzust kaptok annak érdekében, hogy a valósággal szembesülni tudjatok. Fölviszi ezt a három kedvenc tanítványát a hegyre, ahol zárójelbe teszi a saját szenvedését, hiszen amikor Mózessel és Illéssel Jézus beszélget a saját szenvedésről, akkor a tanítványok elalszanak. Világos jelzés arra nézve, hogy én erről nem akarok tudni, nem akarok hallani. Álomba menekülök, amikor a mester a szenvedéséről beszél. Zárójelbe teszem számotokra ezt a zárványként kezelt topikot, ezt a zárványként kezelt témát, hogy én szenvedni fogok, de mutatok valamit, ami azon túli. És megmutatom nektek az én dicsőségemet. Megmutatom nektek a mennyei atyával való belsőséges, intim kapcsolatomat. Mutatok nektek valami túlit, ami a szenvedés után következik majd. Hogy tudnélik, a ruhám olyan fehérre változott, amilyet semmilyen kelmefestő nem tud kifehéríteni, olvassuk a párhuzamos evangéliumi szakaszba. Megmutatom nektek azt az anyagtalan szellemi dicsőséget, amelyik áttetszik rajtam és ami sugárzik felétek. Megmutatom nektek az örök atyával való állandó szeretet kapcsolatom intenzitását, megmutatom nektek az örök jelent, hiszen Mózes és Illés akkor már évszázadok óta halott, amikor a tanítványok látják Jézus beszélgetni velük. Megmutatom nektek azt a töbletet, ami a szenvedés és a halál után reán vár. Megmutatom nektek azt a távlatot. Betekintést engedek nektek a mennyország üdvösségébe és boldogságába, mert ennek fényében tudjátok majd elviselni a fájdalmamat és a szenvedést. És kedveseim, tegyük szívünkre a kezünket, ugye ez is milyen fantasztikus pedagógia, és mennyire itt van napjainkban, és mennyire emberi. Hiszen nem egy, nem kettő, nem három esetben az motivál bennünket, az tart meg a hűségben, az tart, az ad kitartást és az ad tartást a szenvedések és a nehézségek közepette, hogy látjuk a végcélt, hogy majd ez lesz. Egyébként miért másért vállalkozna mondjuk valaki egy fájdalmas műtétre,
ha csak az nem motiválja, hogy a műtét elmúltával és a felépülés a lábadozás korszaka után ismét egészséges lesz és fájdalommentes, és ismét kiteljesedhet az élete és jobb lesz az életminősége. Miért nem dobja be a diák úgy a vizsgaidőszak közepén a törölközőt, és miért nem hagyja abba a tanulmányait, ha csak azért nem, a rengeteg áldozat és ZH és kollokvium és szigorlat és éjszakázás és stressz és idegesség miatt és hatására, ha csak azért nem, mert motiválja őt a végcél, hogy majdan diplomám lesz, vagy leérettségizek, és ilyen vagy olyan jobb kereseti lehetőséget biztosíthatok magamnak, magasabb lesz az életszínvonalom. Miért nem dobja be a munkavállaló a törölközőt a munkahelyén, amikor máról hónapra valami olyan statisztikát, kimutatást, táblázatot kell kreálnia, ami időt, erőt, energiát sokszorosan igénybe vesz, mert látja a végcélt, hogy ez valami miatt jó és szükséges. És miért nem dobják be a házasságok a törölközőt, és miért nem válnak el az első zsörtölődés, vagy az első feszültség hatására? Mert látják, hogy a házasság, mint intézmény nagyobb érték, és most ezen a krízisen, ezen a kátyún, ezen a defekten valahogy át kell diffundálniuk. Nagyon sok esetben ad az ember itt és most mában való kitartásához, küzdéséhez, a mában való hűséghez erőt az a végcél, amit ez a szenvedés, amit ez a munkafolyamat, amit ez a fájdalom feltételez, és ami azután következik. Nagyon sok esetben van, hogy a végcélből visszafele nézve nézzük az életünket, és azt mondjuk, hogy ja, megéri az áldozat, megéri a gyermeknevelés, mert majdan lesz, aki idős napjaimba gondoskodik rólam. Melyik az a szülő, aki a gyermek rendetlenkedése esetén vagy huncutsága miatt bedobja a törölközőt és bevágja a gyereket állami gondozásba csak azért, mert neveletlen vagy fiam? Látjuk, ez persze szenvedés, ez persze nehézség egy szülőnek, amikor a gyerek nem úgy teljesít és nem úgy tanul, amikor esetleg neveletlen, rendetlen, de ettől még az ő gyerekei szereti és a végcélt látja, hogy ez a fejlődésnek egy szükséges fázisa, majd a gyerek túl lesz az akárhányadik dackorszakon, és harmonikus lesz a kapcsolat. Nem, de. Nos tehát, hogyha Jézusnak ez a pedagógiája, hogy megmutatja a tanítványoknak a végcélt, akkor ez azért van a saját dicsőségét, a mennyei atyával való belső intimitását, akkor ez ugyanazért van, ami miatt te a végcélt látod, és ez a végcél itt és most a szenvedéshez, fájdalomhoz, küzdéshez erőt és kitartást ad. Mert hogy az ember alapvetően nem változott. De még valami van ebben az evangéliumi szakaszban, ami fontos. Mondottuk volt, hogy a tanítványok nem tudták, nem akarták elhinni, elfogadni Jézusnak azt a kijelentését, hogy már pedig neki szenvedni kell, és hogy halála által fog megdicsőülni. Ezt a tanítványoknak ez valahogy, bocsánat a kifejezésért, nem ért agyat. És erre föl a felhőből szózat hallatszik, és az Atya tanúbizonysága hangzik, ez az én választott fiam, őt hallgassátok. Mert mindent, amit mond, az igaz. Őt hallgassátok, és ezzel a kijelentéssel a mennyei atya visszamenőleg és előrehatólag is hitelesíti fia szavait. Ez az én választott fiam, őt hallgassátok, mert az ő szájából az igazság igéi folynak. És ez visszamenőleg és hitelessé, igazzá, őszintévé, valósággá teszi a kijelentéseit, és előre menőleg is legitimálja és igazolja. Őt hallgassátok, mert amit mond, az igaz. Az is, hogy szenvedni fog, az is, hogy föltámad majd. Vagyis, amit ti nem akartatok az ő kifejezése alapján elhinni, azt én, mint mennyei atya, igazolom és bizonyítom számotokra. Őt hallgassátok, mert ő az én választott fiam, és minden, amit mond, az megegyezik az én akaratommal. És ebben a kijelentésben a negatív, a pandant is benne van. Ha az ő szavát nem fogadjátok el, és hogyha az ő szavát nem tartjátok hitelesnek, ha az ő kijelentéséhez nem igazodtok, akkor engem, mint mennyei atyát utasítotok vissza.
Miért mutatta meg Jézus Táborhegyén dicsőségét ennek a háromnak? Ezért, kedveseim, mert az ember örök, változatlan, azért, mert az ember készségei, képességei az évezredek alatt nem változnak, és ahogy mi ma most nem szeretünk szembesülni a számunkra fájdalmas dolgokkal, úgy az apostolok se. Ahogy mi ma most visszautasítjuk a számunkra kellemetlent, ami diszkomfortos, ahogy mi ma most nem halljuk meg a számunkra negatív híreket, úgy voltak ezzel az apostolok. És mert Jézus az örök mester, és az örök pedagógus, és a fantasztikus tanár, ezért a szenvedésen túli valóságot az apostolok elé tárja. Ez vár rám. A mennyei atyával való kortalan és a megdicsőült lelkekkel való időtlen beszélgetés, az örök jelenlét, és ez az örök jelenlét sugárzik át rajtam transzparens módon, áttetszően, mindent beborító és mindent elvarázsló mennyei fényességgel, és ez a boldogságnak a szimbóluma. Ez vár rám, és mert ez rám vár, és mert ezt ti most láttátok, legyen hűségetek, erőtök és kitartástok, szembesülni azzal a fájdalommal és szenvedéssel, amiben ugyancsak részem lesz. Mert ez rám vár, ez a valóság, erről tanúskodik az Atya szózata, ezt bizonyítja a mennyei hang, és ez előre is visszamenőleg legitimálja, amit mondtam nektek. Miért mondtuk el ezt a prédikációt? Mert ez a te valódi élethelyzeted. Vannak fájdalmak, vannak realitások, amit szeretnénk meg nem történté tenni, vannak élethelyzetek, amikkel nem szeretnénk szembesülni, most például ez az ukrán háború. Vannak olyan szituációk, amiket annak fényében élünk túl, hogy látjuk a végcélt, látjuk az eredményt. Isten adjon erőt a kitartáshoz és a küzdéshez minden fájdalmas korszakban, és lássátok meg életetek végcélját, az üdvösséget, ami ugyanaz a földön túli ragyogás és boldogság, ami a Táborhegyi jeleneten Krisztusból áradt.